Sziasztok! Ebben a videóban a számítógép architektúrákról fogunk beszélni. Mik azok a számítógépes architektúrák? A számítógépes architektúrákra igazából szép magyar szó nincsen. Talán úgy írhatnám körül, hogy a számítógépek működési elvei. Kicsit pontosítva a digitális számítógépek működési elvei. Hogyha megengeded, picit térjünk majd ki a beszélgetésbe az analóg számítógépekre is, amik már viszonylag ritkák, de emlékezzünk meg róluk. Milyen fajta számítógépes architektúrák vannak? A számítógépes architektúrák mindig a feladatnak vannak alárendelve. A két általánosan elterjedt, itt hangsúlyozom az általánosan elterjedtet, architektúra, a Harvard architektúra, illetve a Neumann architektúra, történelmi jelentősége van a Turing gépnek, amiből többfélét képzeltek el. Nehezen fogalmazom meg, hogy miről van szó, mert mire a Turing gép megépült, az művészeti alkotás volt. Mindig csak elvi jelentősége volt. Egy zseni találta ki, akkor, amikor még a számítógép megépítése messze nem volt a láthatáron sem. Mi az a Neumann architektúra? A Neumann architektúra a Neumann elvek szerint működő számítógép. Mélységeiben nem fogjuk cizellálni. A dolog annyi, hogy fölkérték Neumannt, hogy tűzze ki az irányt, hogy merre felé kell a számítógépeket továbbfejleszteni, és ő fölvázolt néhány elvet. Elektronikus működés, az 1940-es évek második feléről beszélünk, tehát ez egy nagyon bátor kijelentés volt a részéről. Belső memória, tárolt programok, tehát a memóriában tárolt programok, ugyanabban a memóriában tároljuk a programokat, mint az adatokat. Ez egy nagyon egyszerű felépítést tesz lehetővé, soros adatfeldolgozás, tehát hogy a memóriában egymás után hajtjuk végre az utasításokat és olvassuk be az adatokat. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének ugró, illetve feltételes utasítások a programban, de az alap a szekvenciális végrehajtás. Mit tudsz elmondani a Harvard architektúráról? A Harvard architektúra szinte napra pontosan egy évvel előzte meg a Neumann architektúrát. A Harvard Mark I számítógéphez dolgozták ki. A leglényegesebb különbség, legalábbis a mi szempontunkból a kettő között az, hogy ketté osztotta, hogy külön használt adatmemóriát és külön utasításmemóriát. Ennek van egy hátránya, hogy külön tud elfogyni az utasításmemória és az adatmemória. Tehát, hogyha nagy programot kell írni, akkor hiába van még rengeteg adatmemóriánk, ha elfogyott az utasításmemóriánk. Ha sok adatot kell feldolgozni, hiába van még utasításmemóriánk szabadon, nem tudunk bele adatot írni. Azonban mivel párhuzamosan lehet az adat és az utasítás memóriát olvasni, jelentős teljesítmény előnye van a Neumann architektúrához képest. Mit tudsz mondani az analóg számítógépekről? Alapvetően az analóg számítógépek messze megelőzték a digitális számítógépeket. A legismertebb analóg számítógép a logarléc. Még az én fiatal koromban is ott fityegett minden mérnöknek a felső zsebébe. Most itt kiszólok a Zsolt kollégának, hogy szerintem még te is láttad úgy, hogy a mérnök urak logarléccel szaladgáltak, de már zsebszámológéppel számoltak. De voltak ennél jelentősen összetettebb analóg számítógépek is. Volt olyan is, ami a brit gazdaságnak a működését modellezte le,
és pénzügyi döntések előkészítésére használták, különböző vízáramlásokkal, vízszintekkel modellezték le az angol gazdaság egyes szektorait, és nagyon jól használható volt, úgy tudom, hogy most valami múzeumban ki van állítva. A mai napig használnak olyan analóg számítógépeket, amelyek elektronikusak és műveleti erősítőkkel valósítanak meg különböző számításokat. Ennek egy speciális esete, nem különösebben elterjedt, de létező, megvásárolható, amikor műveleti erősítőkből fölépített analóg számítógépet. Tehát a teljes jelút analóg, de a különböző kondenzátorokat, meg ellenállásokat, amikkel a műveleti erősítőknek a műveleteit lehet beállítani, egy digitális számítógép kapcsolgatja, és lehet módosítani a végrehajtandó műveletet. Használatban én még nem láttam ilyet, csak katalógusban, úgyhogy ha valaki tudja, legyen szíves, kommentálja már le a videó alá, ide le, hogy hol használnak ilyet a gyakorlatban. Mi köze van a Turing gépnek a Neumann és a Harvard architektúráknak? Hát a Turing gép az évtizedekkel megelőzte a két másikat. Mind a kettőnek az ősének tekinthető. Az egyszalagos Turing gép, amikor az alapszabály az, hogy egy szalagon van az összes adat és az összes utasítás, a szalag meg előre vagy hátra léphet. Ugye erről a számítógépről, vagy erről bizonyították be először, hogy minden megvalósítható vele, ami egy algoritmussal megvalósítható. Illetve ami Turing géppel megvalósítható, az minden megvalósítható algoritmussal is. Ez teljes egészében megfeleltethető a Neumann elvben megfogalmazott, ugyanabban a memóriában tároljuk az adatokat és az utasításokat, és szekvenciális adat vagy feladat végrehajtás van. Itt még mechanikusan lyukszalaggal, ott meg már elektronikusan. A kétszalagos Turing gép, amikor az egyik szalag az adatokat tárolja, a másik az utasításokat, teljesen megfeleltethető a Harvard architektúrának. Melyik fajta architektúrát ajánlanád a nézőknek? Amelyiket a boltban megkapja. Igazából ma már egyik architektúra sem jelenik meg tisztán asztali számítógépben, hiszen a PC-inkben azt mondjuk, hogy van egy i5-ös processzor, rögtön azt jelenti, hogy négy szálon történik az adat, a feladat végrehajtás, vagy az adat feldolgozás. Van benne egy videokártya, az egy teljesen más elven működő számítógépet jelent. A videokártyában levő processzor az ugyanazt a műveletet egyszerűen nagyon sok adaton tudja végrehajtani. Ezt azért hozták így létre, mert a képmegjelenítési feladatok azok nagyon jól párhuzamosíthatóak. Tehát a videokártyának a processzora teljesen más elveken működik, mint amit eddig felsoroltunk. Az AMD processzorokban az adat és a memória cache nagyon gyakran el van egymástól választva, tehát maga a processzor az Harvard architektúra szerint működik, a cache-en túl, de a memóriában, a Neumann elveknek megfelelően ugyanabban a memóriában van az adat és az utasítás. Tehát mindenféleképpen kevert vagy speciális architektúrákat fogunk megvásárolni a boltban. Köszönjük a figyelmet! Ha tetszett a videó, lájkoljátok, kommenteljétek, nézzétek meg a korábbi videóinkat, térjetek vissza, nézzétek meg, hogy mit csinálunk még. Ha van ötletetek, hogy mit néznétek meg szívesen, írjátok le. Domival fölkészülünk, megcsináljuk. Igen. Sziasztok! Sziasztok!